Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai nap nyíltabb lesz a Kőbányai Zács utcai toligadásba, és oda fogunk majd menni szétnézni. Remélhetően sok szépet fogunk látni. Hát egyébként még éppen csak elindultam otthonról, a többit majd meglátjuk. Jelentkezem a toligadásból. Sok-sok év kellett ahhoz, hogy ismét nyílt nap lehessen, de ezek szerint sikerült megoldani, hogy végre nyílt nap legyen. Ó, azt nézd meg, arra felem is és minden van. Ott van a lényeg, ott van, ez még csak a... Ez még csak a kezdet. Ez még csak a kezdet volt, egy SST, egy Icarus, meg egy moduló. Ami ott a lényeg itt van. Azt a mennyi Icarus van, ott van az összes trolling. A 600-as? Azt ide látom. De mi az a izé, sárga hőmű? Az hőmi? Mi a franc, az a dupla lámpán? Na, ezt megnézzük majd. Na jó, van már. Most élőben bejelkezel? Nem, hát ezzel a kamerában nem lehet élőzni. Itt van a Dani is. Ja, hello, igen. Ja, közben Zoli is itt van, igen. Azt hittem élőben bejelkezel. Majd. Szintén csatornát majd linkelem, mert Zolinak is lesz videója ugyaninnen. Nekem is. Én nem csinálok videót. Szerintem még Karcsinak is lesz. Marcinak. Azt nézd. Dávidnak. Köszönöm szépen, jövök még, fogadlak a nap folyam. Ezt belülről is megnézzük, a fogalmam sincs, hogy ez micsoda, ilyet még nem láttam. Ön a Icarus. Szia! Zoli, tudta, hogy megnézzük. Azt nézzétek! Hasonlít a vezetállás a 412-es, mármint az olaszhoz. 63 Zoli! Icarus 263? Azta! Jó, most már ezt is tudjuk, de milyen izé jól jött ki, hát ez akár büfékocsi is lehet ezek. Igen, az asztalokkal. Azta. És milyen kényelmes ülése. Azt nézve. De ekkora. Na hát ilyet még nem láttunk. Na ilyet tényleg soha nem láttam. Egyébként ott a 600-as, azt ismerjük. Ezt szerintem most csinálhatták meg nem még. Tehát annyira frissnek tűnik, tehát hogy nézzük. És azt nézd meg, ott van azért. Nézzétek csak, itt vannak a képek róla. Nézd meg a motort is, itt van, ugye mindent lehet nézni. Fotorja. Azaz, megvan, na mindjárt csináltam a videót. Itt vannak a képek róla, meg ahogy megcsinálták. Azt is mindjárt nézik, hoppá! Hát itt csinálták. Ahhoz képest, hogy nézett ki? Nagyon szépen megcsinálták. Azt, hogy még a motorját is tök durva. Nagyon, nagyon fasza. Király. Ez már ezért megijedtek jönni. Ezt nem érzem, srácok. Én még a motorját is. Igen, a burkolatokat majd nem adták fel, úgyhogy legalább jól látszanak itt a szerkezeti elemek is. És hát ez volt a 263-as nap. Megmutatom nektek itt a leírását is, tessék. Icarus 263T. Mert egy 600-as. Persze a 606-os pályaszámú, és hát ez a mindennapokban is lehet vele találkozni, nem ez a különlegesség. Viszont ott áll mögötte a 600-as, na az... Hát ez, mi a különlegesség? Ez már csak osztalgia, de még ez is közlekedik. Néha ilyen osztalgia napokon szokott menni. Németed is annak szólsz, hogy így jön ki. Szerinted nem fog kijönni? Németed is, a metrókat sem nézni, ilyen fotóztál. Jó, de ezek buszok. Lefotozol ezzel, vagy így lefotozol? Ja, menjél! Na, ja. Ez még szokott. Jó kis nosztalgia járat. Legutóbb, mikor nyílt a port a toligadásba, ezzel jöttem ki. És a sunshine. Úgyhogy ez. Ezek különleges. Szerintem majd néha bejelentkezem. Ja, közben megmutatom, hogy is itt vagyok, és én megöttem ezzel a 263-assal. Igen, az a ideig. De meg fogunk mindent nézni. Igen. Thank you.
nézzétek, ott van a Girosz is, és rátették a feliratot is, ami a régebben járt a 2020-on bizony. Kettőjön, és ez az egyetlen úgy tudom, ami még ebbe a festésre megmaradt. Mellettünk ott van a 200-aska. És ott a 156-os meg is. És még ez is jár egyébként, ezzel még volt, még télen is nosztalgia út. Az 155-ös, milyen különbözik már a 200-as? Ó, a 400-as. Bár az még forgalomban is járt sokáig, szerintem most is megy még. Az megy még a 400-as. És melyik vonalon amúgy? És az ott a 673-as, azt is kihozták ide. Igen. És amúgy, de a futárba tudod nézni, mert ez benne van. Vettem észre, hogy valahogy nincsenek olyan sokan. Nem baj, azért jókor jöttünk most még. Ha? Ez itt a BPO 842 múzeumbusz. Hát aki a metrós videómat nézte, annak ismerős lehet, mert ugyanez volt kint. Csak ezek a újabb képek már nem voltak kint rajta. A hármas villamoson készült. Nagyon szívesen behatlak benneteket így a... És van itt még Alston, meg a Betróka, meg van Zákló is. Egy ilyen versenynek nagyon komoly versenyemet elvég. Bizony. Mindenkinek sartes ellenállásra meg a határozva, definiálva van. Például, szép úgy, csak, minden van még itt. Rálátásnak legyen arra, hogy... Ez itt a mi fésor. Mit is élnek át a járművezetők a folyamán. Viszont a lényeg az arrafele van. A hármas számú feladat leírása... Lesz mit itt megnézni. Hogy az elérhető pontrám fogjon. És a feladat... Például az ott szemben, mint az a kis retló. A feladat leírása így van. Meg itt az 573-as. Yeah. Az ideiglenes 228-as, ami a 278-as. Ja, tényleg, ezt múltkor láttam a Stefániában, csodálkoztam, hogy az egy Csigusznak nem ez volt a pályaszáma, azt közben nézd meg. Ez. De most a 229-es. Szabadságra küldték most. És ott van a Matuka is hátul. Azt megnézzük. Az a ilyen zöld színű valami. Sárgás? Például. Szerinted most is lehet valami BKK-s táblát elvinni? Na figyelj, most lehet, hogy benne leszünk a tévében, mert pont erre néz a kamera. Nem baj. Ők is benne lesznek az én videómba. És ne is csatornán lesznek. Hát, azt kérdezd meg tőlük, hogy melyiktől jöttek. Mert milyen műsorban. Jó, az is lehet, hogy majd egy év múlva. Tessék, itt van. Na, és ezt jövődött. És itt van a Csigusz, na ezt mondhatom nektek. Hát illetve a másik Csigusz, mert... Tudod, hogy ez pont a Csigusz. Az eredeti Csigusz az a 277-es volt. Csak az most... 278? Az most szerintem javításom van, vagy valami. És szerintem mindig pedig az ajtónyitás, és jó van. Nézzük meg kicsit közelebbről. Tessék vigyázni, az ajtók záródnak. Vagy nem. Csukd be! Igen. Ma szerinted ilyen búcsú táblákat lehet vinni. Az a mi? Viszonylag táblákat árulnak itt erre fel, csak kérdés, hogy ilyen. És ezt nézzétek, itt van még egy érdekesség. Szeretettel és szeretettel köszöntöm az újonnan érkezőket is. Ha halljátok a hangomat, akkor már megérkeztetek a tömegközlekedési járművezetők országos versenyén. Sziasztok, benn vagyunk a műhelyben. Szépen szétnézünk, itt benne állnak éppen buszok, trolik. Különösen miatt a felső vezeték mindenhol, ez egy trolikadás. És akkor amik itt ki vannak állítva. Szépek meg. Vannak itt érdekességek. A 306-os. Ez pedig itt egy műszerfal. Na, és így néz ki közelről egy lóli áramszedő. Na, itt szóltak hozzá. Egytóri államszedő. Hát ez meg mi?
Hát én meg micsoda? Ez micsoda? Hát LC kamion, nagyon szépen nézi. Ja, és ezzel tud irányítani. Jó, tovább azért előre, hátra, tovább villogtok. Szóltak jó. És most merre fog menni? Merre? Csinálj vele egy Mad Max költőt, hogy hát, az olyan szemben. Mit akarsz? Hát azt nem tudja, hogy jelent. Jó, hello. Na, szóval ilyet is láttunk egy LC kamiont. Na most szépen megnézzük még itt a bentálló dolgokat. Egy FKU Volvo is van bent, és ez pedig itt a Zivu-nak a hajtásrendszere. Szépen néz ki. Okay. Vannak itt még különböző. És közben nem is jöttünk hiába, azért egy pár viszonylattáblát sikerült begyűjtenem. Nézzétek meg, ezek meg a hagyományos GVM ikarusztóik. Ezekből azért még van napi forgalomban. Ki tudja meddig, de ezek még mennek. 216-os. És nagyjából ennyi volt a műhely, ott elől már a táblaárusítás van. Meg ott lehet egy különböző ajándéktárgyakat, meg hasonlókat venni, de azon én már túl vagyok. Csak egy a műhelyt, és akkor megnéztük. És akkor majd legközelebb majd kintről folytatjuk. Na, itt még ezt az Ikaruszt megmutatom nektek, ez a BPO 476-os. Úgyhogy akkor majd a többit azt majd kint, ahol még állnak ott a hátulatodik, azt még megnézzük. A lyukasztó evolúció. Mechanikus, ez már elektronikus, és ez pedig a rigós lesz, ez pedig már az újabb. És ez a hagyományos kalauz kulcs. Lyukasztó evolúció. Köszönöm. Ja. Kérdezni. Ja, csak még egyszer lehetne egy ilyen kapcsolást? Igen. Kettő. Azért is most a ez a fék. Szép. Videóba meg? Videóba, igen. De ez az igazi jó hang volt. Akkor. Ez volt az igazi jó hang. Ez igen. Mert a kamion a miénk, és el akarunk menni vele. Mennyivel tud menni el, és megkérdezhetem? Hát még nem mértem le sebességre, hogy mennyire. Erre nem tudok válaszolni. Ja, kis forgásoló üzembe is bejöttünk, nézzük szét. Munkagépek mindenfele. Előző ventilátor, ja, minden. Az is már szerezte a tóbbára, aki a 200-as. Nem láttam itt a csávon dolgozni? Hát, vagy dolgozni, Minden műhely kötelező tartozéka.
És akkor most nézzük meg ott kint a hátul parkolókat. Na és itt van a munkagép is, a Matuka. Ezt a múltkori nyílt napon láttam először. És 46-os viszonylattal van kint a Matuka. Ott pedig egy ezüst nyílt. És nézd, ahol is. Azt a feladatot nézzétek az ezüst nyílon. Nem tudom, mennyire látszik a kamerával, de közelebbről is megnézem. Munkagép vagyok, segíthetek. És a rendszám és ezüst nyíl 019. És most nincs ott senki, most fotózzuk. És ott az ezüst nyíl 019, azt még meg fogjuk nézni. Azt nézhet meg egy régi BKV pluszos dizájnú ezüst nyíl. A rendszáma és ezüst nyíl 019 lett, és felirat rajta, munkagép vagyok, segíthetek. Remélem látszik, mert én most a kijelző nem látok semmit. De üdvek meg. És a rendszáma is érdekes, ez is nyíl 019. Nézzétek csak. Ez még amikor bevezették a BKV pluszt, akkor volt ez a design. Ez a... És ma már nem sok busz maradt meg ebbe a festésbe. Ez éppen egy vontatójármű, és a BKV hívójel ez is nyílt, tehát ott van az a... És Csacsi 01. Ritkán vagyunk hálásak azért a rengeteg szolgálatért és biztonságért, amit ők napjában biztosítanak nekünk. És itt pedig már ez már az átlája. Majd most itt lesz majd a trolli verseny. Bent áll még a BPO 150, ott a hátul. Igen. BPO 150, ott van. És erdefele még látni egy pár GVM-et meg. De hát ezek napi forgalomban is vannak, majd hogy nem mindegyik. És ott megy a BPO 150, azt mindjárt megnézzük. Azt nézzétek! Az EV most komolyan? Az egy metró, bizony, az egy EV. GTF! Nézzétek csak! Azt nézzétek! Kicsit jobban rázumolok, még látszik is, tényleg ott van. Ennél jobban nem tudok rázumolni, így is már újra meg a kép, mint az ítélet, de ott van. És ott van. Meg ráadásul egyik kezem tele van táblákkal, a másikban ott fogom a kamerát, így ez egy kicsit nehéz. Igen, én is azt mondom. Ez az. Közben itt egy krédó is. Igen. Úgyhogy van itt minden. És mert itt a telep az eddig tart, tehát hogy utána mi van, meg mit keres ott egy metróhoz? Igen, az, hogy ott van egy elvég. És az hogy? Nem is itt van a villamos? Nem, az túloldalán van, egy picivel arrébb. Tehát, hogy én azt nem tudom hova tenni. A Fehér úti telep is egy picivel odébb van. Jóval odébb. Az jóval odébb van. A BPO 100 is erre ott a versenyben. Tényleg, igen. A ott van. Tényleg ott van a BPO 100-as. BPO 150, BPO 100. Na, elindult közben a 8000-es. Az lehetett a lényeg, hogy a teniszlabdák ne essenek, mert olyan óvatosan menjen át rajtuk. Oké.
valamelyik kettőt az ilyen. Igen, inkább 50 téve. Ide álltam, ahol fárom nézni. Ledobok egy... Hüppapop! Olyan két, azt hiszem, hogy nem az utolsó turistnapon, de a 2010-es vagy 11-es turistnapon még utaztam ezzel az évekkel, ami különjáratként még mentünk akkoriban, és utaztam még vele akkoriban, és sajnos ma már nem használ, sajnos ma már nem tudják használni, pedig érdekes lenne. Ezt a csodát nézzük meg még közelebbről. Ja, egyébként itt van mellett a 400-as kör, ez még jár forgalomba. Ez elvileg egy itt van 50 vagy 60 T típusú van. De ami a lényeg, az itt van. 60-60 selejtes széklevő. Igen? Ezt a... Mindjárt megnézzük, hogy milyen. Egyről a kettő megcsinálás MTB 82-es volt. De na, menjünk nézzük meg belülről. Itt a vezető fülkéje. És így néz ki, ilyen az iókhoz hasonló ülések vannak benne. De szépen néz ki. Este, kávé. Ja, szia! Nézd, hogy az oké. Okay. Így van. Éppen megnézi belülről a... Igen. Minden videós, aki benne van ezt a videóban, belakom a csatornáját a linkbe. És akkor mindjárt megmutatom az utasteret is innen hátulról. A videó, hogy itt belekerülhetik. Ja, igen, szerepelhetnek a videóba. Van YouTube csatornátok? Nekem van. Van. Jó, mondd be, és berakom a linkjét, hogyha most mondod. Videógyűjtemény az első csatorná. A nevem YouTube-on. Videógyűjtemény? Igen. Jó, megkeresem, hogyha megtalálok, be fogom rakni. Én meg lőm így szöve. Meg fogjuk keresni, hogyha ha megtalálom, akkor, akkor jó. Az Oli csatornáját meg már ismerem. Mindegy. Oda vészáros lennél, még Dólétet is kérdék hozzá. Nem vagy, most nem fogok ezt, hogy a BK-n így jött a fat. Még egy ilyen barrak szövem itt, amiket csinálod. Nyugi. És megérkezett Bence is, egy Dave. Na, megnéztük. Van annyi, okay. Utána így elküldünk, szerintem. Igen, ez az. És akkor most egyelőre ennyi, megnéztük akkor belülről is. És ott van még a háttérben az egyetlen megmaradt közé Gidosz festésű busz, amikor... Ez akkor, amikor bevezették a BKV-n ezeket a 7173 gyors járatokat, akkor... Ezek a járatok, ezek ilyen piros festéssel az oldalukon mentek, de már csak a BPO 449 maradt meg ilyennek. Ezeket becézték Gidosznak. Ez pedig egy 933-as Z-útroli. Hát forgalomban már ez sincsen. 156-os viszont, ez egy Ikarus. Ez viszont még forgalomba szokott menni, nosztalgia járatként, és fotós menet szokott volt vele. Én téli fotós menetre emlékszem, mert ezen nem nagyon van fűtés, és egész éjszaka mentünk vele, de nagyon jó kis menet volt. Csak ugye gondoskodni kellett a belső fűtésre. De feltétlenül a pálinkára gondoltam. Mit csinál? Mit tud? Most ez volt az izé? Az a billent, ez megy? Ez most más, és ez most a héten. Ezt így lehet venni? Mennyibe kerül egy ilyen? Ez még mint a Legót, megmutatod. És mennyibe fáj egy ilyen? Azt gondoltam, hogy elég sok. Tippelje mennyit összeg? Hát egy 50 ezer. Nagyon kevés, 150 ezer. Mindig kevés, 250 ezer. Az már majdnem, jó. De ez mit tud?
Tehát akkor ez megér vagy 250 ezeret. Hát nem tudom, hogy világos te. Hát az, még tanulnom kell, mert mondom, most vettem. Elakadási jelző voltam, minden igaz. Az megy. Ebben manuálisan nem tudom kapcsolni az irányjelzőt. Kontroll elét megnézhetem, hogy néz ki? Hogy? Kontrollált, hogy mi mindent tud. Hát nem sok minden, mert csak 6 csatorna. Igen, neki 2,4 GHz-en megy. Hát szép. Ja, hát mint a wifi. Ha indítorért gázt adsz, akkor úgy adja a hangot. Szép. Tehát beindítjuk. Mekkora aksi van benne? Mennyi bír egy feltöltéssel, ami mekkora? Az. Na most megy! A dízelbe? Akkor ízét, ízét. Volt olyan C-kategóriás tanfolyamon, tűje taxit gyerek, azt mondja, megvette élete első dízel autóját, taxinak vette meg. Ezért átadta a gyertyakoltat. Úgy csekszik a kollégán, azt mondja, oh, meg a gyertyi kocsmat ártam. Nagyon nagyon klassz. De figyelj már, minek? És ezért lehet ez menni pótkocsit? 400-as tori vezetőfülkén, csak akkor is be. Na jó, most. Kényelmes, támas. Ja, meg a régi fogjam is benne van. Hoppá, és tényleg. És tényleg ott van. Nagyon jó. Mire való? Csak akkor itt a videóban is benne legyen, hogy mégis a szakértő mondja. Megpróbálom elmondani, mert egyébként ugye ez egy egyedüli kocsi. Sok tapad kever, viszonylag kevesebb tapasztalattal. Ez az első ajtónak a nyitógombja. A mellette lévő gomb ugye azt szabályozza, hogy mind a két szárnyát kinyissa az első ajtónak, vagy csak az egyiket. Ez a két gomb, vagy inkább visszajelző lámpa, ugye arra szolgál, hogy azt csinálja. Ez régebben nem így nézett ki. Ha valahol megnyomták a leszállás jelzőt, de az ajtót ugye engedélyezővel kinyitottam, akkor záráskor először ez a sárga lámpa fog világítani, amikor megnyom a zárógombot a piros, és amikor bezárult az ajtó, akkor sötét lesz a műszerfal. Ez a fülke fűtés, hát illetve szellőzés, félfűtés, teljes fűtés, illetve az utastérnek a fűtése. Ez a főkapcsoló, ez most bekapcsolt állapotban, hogy termelje a levegőt, a légsűrítőveket, ugye lehessen kezelni a járművet. Ez meg az irányváltó, kettes, az az előreállás van, az egyes meg a hátrafele mellett. Ez a futár, ezt ismerjük. Ez a csengő, ez az ajtózáró? Ez az egyedi engedélyező gomb, tehát hogyha valahol megnyomták a leszállás kérés kívül belül, akkor ez az az adott ajtó kinyílik. Ez a csengő, ez meg a záró. Ez meg az összes ajtónyitónak gombja. Ez az akkumulátor főkapcsoló, ezzel lehet üzemelgezni a járművet, gyakorlatilag ezzel most be is van kapcsolva. Ez a parkolóféknek a visszajelző, illetve kikapcsoló lámpája. Most éppen jelzi azt, hogy a járművel van fékezve. Az ASR, ABS-nek a visszajelző lámpája, illetve kikapcsolója. Eredetileg a kocsi motoros mozgatású rámpával rendelkezett a kettes ajtónál. Ez ennek a kezelőhavéletű visszajelző lámpája, csak hát azóta ez már sajnos nem működik, úgyhogy ezek bakbólok. Ezek a kiemelés, illetve a térdeplés funkciónak a kapcsolói. Hát ugye sebességmérőt azt mondom, igen. Igen, a távolság, a mutatót is, igen, hűtővíz, gondolom, ez meg a aksi feszültség. Ja, hát de, ja, még ugyan, de hát csak igen, ott van. De hát ugye, tehát hogy ne legyen ott egy üres luk, ezért ugye az ott van. Gyakorlatilag ugye autóbuszban való ez a műszer. Ezek különböző visszajelző és hibajelző lámpák, közésjelző lámpák. Hogyha valami baja van a kocsinak az adott rendszere, vagy ahhoz közeli rendszere, akkor az adott lámpa világít rajta. Külön felülvál még a figyelmet, ez egy érdekesség, ez az inverse áramhiányjelző kapcsoló. Ez azt tudja, hogy ugye a szünetjelző, hogyha áramhiányt érzékel, tehát hogyha nincsen 600 volt a vezetékben, akkor folyamatosan egy ilyen csipogó, berregő hanggal jelzi ezt a járművezető felé. Viszont azzal a gombbal, hogyha azt megnyomjuk, akkor a jelzést meg lehet fordítani, mégpedig úgy, hogy a szünetjelző csak akkor szól, hogyha van áram. Ez ugye akkor érdekes, hogyha mondjuk áramszünet van a vonalon,
És ugye nem akarjuk végig azt hallgatni 10-15 fél órán keresztül, hogy ugye be van kapcsolva, vagy hogy folyamatosan megy ez a berregő, ezért azzal ki lehet kapcsolni, és amikor visszajön az áram, akkor elkezd berregő, és akkor vissza lehet kapcsolni. Igen, logikus. A felső sorban ott az az ajtó korlátozó kapcsoló, tehát hogyha elakadt ajtóval el akarunk indulni, vagy el akarunk menni a helyszínen, akkor azzal ugye azt a gombot kell benyomni. Ez a vészkapcsoló, vagy a vészvillogóknak a kapcsolója. A következő sor a világítási, tehát a balról jobbra a fülkevilágítás és az a kettő, meg az utastérnek a világítás, ugye két szakaszban kapcsolható. A harmadik sor, balról szintén jobbra, az a tükörfűtés, az egy vaklámba. Mellette meg az utastér szellőzőknek a kapcsolója, hogy kifele fújjon, vagy befele fújjon. Mondom őszintén, hogy ez a sorra kapcsoló, mire van, azt most így hirtelen nem is tudom. Alatta az a két kapcsoló, az a ködlámpáknak, tehát ugye előre hátulra, illetve legalul a mikrofonnak a kapcsoló. Azt le lehetne még állítani, mint a 67-es kiírást a utána kijelzőn? Azt tudom, ilyen ködlámpák. Meg ilyen hévfótló, vagy ilyen sem. Ilyen általában akkor történik, hogy nem tudod, hogy csinálunk valami. Valami, valamit. Hú, majd így látok is. Ja, tessék, 7, 7-es hét. Hány 8 hétfotó esetleg? És most elvileg hétfotó. Ja, most a H7-es van? Vagy egy H8-as vagy egy H9-es kérték majd, mert ugye arra fel alakok. Akkor egy kis türelem, futár is akarja, a futár is akarja. Mikor se lejtesszék, nincs kiírja. Hát 2012, de ez felújították, ez megmaradt. De 12. De jól emlékszem, ez volt Szentendrén kiállítva, amit tavaly. 12 decemberében lett ez. Kijöttek a fülkeből? Igen, ez még a régi harmónika ajtó. Igen, valamiért. Régebben majdnem minden Nikolosznak ilyen harmónika ajtója volt, csak ami egyébként praktikus is volt, mert az utastérben nem foglal sok helyet, de valószínűleg nem vált be a konstrukció, azért cserélték ki ezek a hagyományos bolygó ajtókra. Hát ilyen, ugye az jól ismert utastérben, csak ez felállítva. Igen, ez a tipikus ugye, művőrülések, amik a Zion az így megtalálhatók voltak. Itt van ez a két kis dolgozska, ez arra való ez a két sárga, hogy ezzel lehet a vezetéket le meg föltenni. Nyáron nem tud lemütölni, és pláne most is érzed. Hát igen, meg ráadásul fekete, tehát hogyha erre rátűz a nap, akkor oda lagadsz. Ez ilyen. Hát ez aki... az előnye az az volt, hogy ilyen tárkos. Hát aki régebben sokat vonatozott, az emlékeztet a BHV meg az azért kocsikból a művégülésre. Meg hát most is mennek még ilyen művérüléses kocsik, például a vasúton rengeteg van, tehát lehet azt mondani. Viszont az előnye megvennek a művérnek, hogy ezt könnyű takarítani. Tehát ezt vizes longgyal is le lehet törölni, és nem ragad meg rajta semmi. És hát így néz ki maga a busz. És hát itt van a gyrosz. Az egyetlen megmaradt ilyen régi retro festés, és most feltették rá a betűket is, tehát ezt nézzük meg közelebbről. És a BPO 449 egyébként még szokott forgalomba kint lenni. Nézzük, mit írnak róla. Ja, hát igen, ezek mindig is a gyors járatokon mentek. De egyébként a szokásos Ikarus belső. Ezzel még lehet forgalomba találkozni, és a foggyám kijelző. És akkor meglessük a vezetőfülkét is. Éppen belesünk ide, így néz ki, ez egy hagyományos Ikarus vezetőfülke, látjátok, autóváltós. És fontos, lényeges, adatai meg itt vannak. Hát az óra az megállt 8.48 környékén. Fogja meddig bírt. Aha, és így kell a csápot föltenni. Legalábbis ott próbálkoznak vele. Ezt nézem, hogy sikerül-e nekik. Nézzük közelebbről.
Csápfőrakás mesterfokon. Már majdnem. Már egész közel van a vezetékhez. Na, na. Szerintem most lesz bemutatva azt, hogy nem szabad csinálni. De most már úgy tűnik, hogy rajta van az egyik. Az egyik csáp rajta van. Jöhet a következő. Hajrá! Hát szerény 600 volt van az élvezetékben. Hát te ötszer szelet kenyeret pillanatok előtt. Hát ki tudja, igen. Hát ha hozzányúlsz, akkor nem csak a kenyeret pirítod meg, hanem a kezedet is. Nem a karcsival sajnos, hanem egy másik csapattal valami... Na! Nyomjad fel! Ez az zsápra, ez az. Ez ugye a valódi járművezetőknek a versenye, ahogy mondtuk, a mesterek tornája. Mi járművezetőkkel vezetni nem fogunk, azonban arra van a lehetőség, hogy nyissátok és zárjátok az ajtót, sőt a csilingelést vagy. Na, szerintem gratulálhatunk a végállak. Nagy nehezen, de megoldotta a feladatot. Ja, egyébként itt van Bence meg Karcsi is. Ők is végignézték ezt a műsort. Én meg fel is vettem kamerával. Elmegy. Ja, az biztos, de... Érdemes volt, és ritkaságok is vannak. Jaja. Tehát például az ott... Az a GZF 100. Azt mondtam, hogy már külön azért megértek ilyen, de még szinte be se jöttünk, már azt tudtunk ki, hogy milyen jó. Hát én voltam a legelső. Marcia azt üzen. Jó, hát akkor ez már szerintem a zárós nincs lesz, mert szerintem mindent felvettem, amit úgy érdemes volt innen. És akkor csinálok egy javaslati panorámaképet nektek, hogy én is megpróbálom mi minden van is. Ilyen adani van most szállni. Jó, hát próbálok úgy helyezkedni, nem te legyek benne, de nem olyan egyszerű. De nyugodtan megyünk is. Jó. Mindig videózunk egymást. Persze, miért pont most lenne kivétel, ez igaz? Jó, tehát ennyi. Hello! Megy a vlogolás, rendesen megy? Megy, igen. Szeretnél benne lenni? Van még valami, ami kimaradt, ezt így megnézzük, ez a felújított 361-es van, ezt még megnézzük, még akár belülről is meg lehet. Hát itt látjátok, ez a 2012-ben szerezték be, és azóta is mennek. Igen, most csak ez a lámpás ajtó van nyitva, menjünk fel, nézzük meg. Ezek azért napi forgalomban vannak, úgyhogy ezekkel bármikor lehet utazni. De ennyire üres az utastér, ez nagyon ritka, úgyhogy most ezt kihasználjuk az alkalmat. Ja, bocs! Jó, hát úgy látom, mindenki filmezni akarja az utasteret, nem csak én. Majd nézzük, hát itt már ugye ziók után látjátok, ezek már szövetülések, nem műből. Meg ez már cukrostói, ezen többen is elférnek. Jó, hát el lesz állni, csak ott lehet, ahol feljöttem, hát akkor szerintem akkor ez... Ezt csak így gyorsan megmutattam nektek, de akkor már jövök is le. Ja, hát igen, az azért hiányzott, hogy megkapták az SST-féle szövetülést. Zugló vasútállomás. Ez, igen,
jár arra fele. Bárhol ki lehet fogni, ezek ilyen össze-vissza, ahova épp sikeri oda rakják. Még a vezetőfülkét megmutatom nektek, hogyha már úgyis bejöttem. Szépen belesünk ide. De ez így nagyjából ennyi. Nekem újdonság ez a harmadik ajtó már végül rejtelés. Szerintem ez a felújítás. Hát erre bevallom őszintén, nem emlékszem, hogy volt-e itt ülés, vagy nem. Én szerintem nem, itt kettő volt szerintem, és ez a felújítás. De lehet, hogy ez volt a felújítás, igen. És ez ilyennél, hát mindenesetre... Jó, hát igen, na, igen, ez egy érdekes felvetés, hogy az vajon a felújítás előtt az ülés itt volt-e, vagy nem volt itt. Utaztam rajta egy pár szóval 80-ason is ment, de bevallom őszintén nem emlékszem rá. Ezt most passzolom. Na, szóval akkor itt vagyunk még mindig a kocsi színben, de te megérte kijönni, mert a felhozatal hatalmas volt, és... És mindent megnéztünk, amit meg akartunk. Igen, volt is mit nézni egyébként. Ja, szia Zoli, hogy nézd majd benne a videóba, igen. Igen, szia Ismét megint összeállt a két videós. Úgyhogy... Hát akkor szerintem akkor ez így zárós nittek ennyi elég is, majd meglátjuk. Még a villamosot szerintem megnézzük. Kész videóba, igen, szerintem még oda átmegyünk, meg ki tudja, ha lesz még téma, akkor nyilván fotózzuk, aztán majd meg videózzuk. Hát és akkor abból is lesz valami. Még a Sikorus 180-ast is jó lenne, meg igen, az ja, igen, a Szél Kálmán térről még megy, igen. Ez megy magának, azért. Még ott van a válladon. Akkor mondját, nem tudom leszedni innen. Egyik kezem, ja igen, mert vettem egy csomó visszaületelmet, és aztán most egyik kezem kezembe azt fogom, másikba a kamerát. Igen. Amiből majd egyszer hazaviszem, de, ja, de a 146-os amúgy az igazából az enyém, csak majd jön a költözés, meg minden, aztán majd van. Meg szerintem meg vagy beiktatok egy kitérőt hazafelé, és lepakolom a táblákat otthon. Ja, jó. Utána mehetünk, amerre akarunk. Amúgy is közel van. Igen. Hát akkor szerintem akkor egy olyan ennyi, és akkor majd találkozunk. Egy olyan ennyi, és a villamosos részét is megpróbáljuk.